Nem volt himnusz, sem szózat, sem vers. Egy különleges tanévet különlegesen kell befejezni. Ez történt a II. Géza gimnáziumban, ahol az évfolyamok szintjén zárták le az évet, vigyázva a vírusveszély megelőzéséről szóló szabályok betartására. Sümegi József igazgató elégedettségének adott hangot, amikor kifejtette, pedagógus és diák is nagy feladattal állt szemben ebben a tanévben, melyet mindenki sikeresen teljesített. Nem csak rendkívüli és rendhagyó volt, hanem egy nagyon nehéz évzárás volt, hiszen a 3 hónap, amit ebből a tanévből online oktatás formájában hajtottunk végre, az sokkal több energiát, sokkal több időt, sokkal több munkát és sokkal több türelmet igényelt, mint mondjuk a normál oktatás, tantermi oktatás. Hirtelen vágtunk bele, nagyon hirtelen jött maga a karantén is, és én úgy gondolom, hogy felkészületlenül ért bennünket, annak ellenére, hogy sokak alkalmaztuk már az online oktatásnak egy-egy elemét. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb tanulság talán az, hogy sokkal egységesebbnek kéne lenni, akár a használt internetes felületeknek az alkalmazásában is. Azt láttuk néhány gyereknél, vagy gyerekeknél is, hogy még problémát okozott az is, hogy melyik tanárral hol tartja a kapcsolatot. Tehát biztos, hogyha ez esetleg visszajönne, vagy akkor ebben következetesebbnek kellene lennünk. Ugyanakkor volt ennek persze pozitív formája is, vagy pozitív vonatkozása is, hiszen mi is többet tanultunk a netes felületeknek a használatával kapcsolatban, illetve rájöttünk, hogy a gyerekeknek is bizony tanulni kell, mert sokszor azt láttuk, hogy még azokat a felületeket, mint a kréta felület, amit mi úgy gondoltuk, hogy rendszeresen használnak, az is problémát jelentett sokaknál. Vannak tantervi követelmények. A tantervi követelményeket teljesíteni kell. Itt most én azt gondolom, hogy ennek a tanévnek a nagy része azért normál tantervi oktatás formájában történt. Tehát a tantervi követelményeknek a nagy részét eddig már sikerült teljesíteni. Voltak, akik egészen jól előre haladtak. Én azért mondtam ezt, hogy a kevesebb sokszor több, hogyha a gyakorlásra, főleg természettudományoknál, matematikánál, ha gyakorlásokra tették a hangsúlyt, akkor lehet, hogy abból több maradt meg, mint az új anyagból, hiszen mondjuk ezeket a tárgyakat nagyon nehéz online oktatás formájában magyarázni és átadni. A körülményekhez képest kiváló eredményt hozott az érettségi, mondta az igazgató. 4 kitűnő érettségiző lett, rengeteg jeles és jó. 4,5-es átlaggal tudták és tudták hozni azt a szintet, amelyet a tanév végén is ez az osztály produkált. Én ennek nagyon örültem. Nyilván az benne volt, hogy még ezt lehetett volna szépíteni a szóbelivel, főleg ahol ilyen néhány százalék hiányzott a jobb jegyhez, de én úgy gondolom, hogy megelégedéssel nyugtázhatjuk ennek az érettségi vizsgának az eredményeit is. Egy dologban bizakodom a jövőre nézve, mondta Sümegi József mosolyogva, hogy nem tér vissza a koronavírus.